Az utasok felszállnak, majd csukodnak az ajtók, el is indul az autóbusz. Ez a megszokott sorrend, pár nappal ezelőtt azonban az egyik 14-es járat nyitott ajtókkal közlekedett. El se akarom hinni, tekintettel arra, hogy ez munkaviszonyból folyó kötelezettség vétkes megszegése, hogyha a buszsofőrről nézzük, és ellenőrzés elmulasztása a cég oldaláról, ha a műszaki állapotot nézzük. Egy buszon utazó készítette ezeket a felvételeket, azt, hogy pontosan mi okból kifolyólag voltak nyitva az ajtók, nem lehet tudni. Kerestük az éjánykákát, a társaság közleményben tájékoztatta híradónkat, hogy nyitott ajtókkal közlekedni még műszaki meghibásodás esetén is szigorúan tilos, ebben az esetben pedig a busz nem is szállíthatja tovább az utasokat. Egy szabálytalan, kettő felelőtlen, és azt hiszem, hogy elég a józanész hozzá, hogy az ember ezt eldöntse. Bárki ugye kiszédülhet, vagy megszédülhet, vagy hirtelen fékezésnél ott áll, leeshet még a székről is, vagy a padról is, mert én is estem már, úgyhogy ez előfordulhat. De hála Istennek én még nem tapasztaltam. Látni ugyan már láttam, hogy abban a nagy melegben nyitva volt az első ajtó, de elől nem ültek akkor a buszba, úgyhogy kevés utas volt, egy-két utas, úgyhogy nem mondom, én nem tartom helyesnek. Szerintem veszélyes, mert azért sokan vannak rajta, a hirtelen fékezés, és akármi történhet, akkor leesett az ember. A busztársaság megkeresésünkre közölte azt is, hogy a lehetőségekhez mérten, a kivizsgálás adatait felhasználva, mindent elkövetnek, hogy a jövőben ne történhessen hasonló. Amennyiben a személyi felelősség a sofőr részéről megállapítható lesz, akkor a busz vezetője szankciókra számíthat.